területen, 8000 méter fölött, meg pláne lényegében már egy negyede, közelít az egy negyedéhez az oxigén mennyiségnek, és itt a fizikai teljesítmény elképesztő módon fölhatványozódik, és elképesztő energiákat von el a szervezettől, ugyanígy az emberi agytól, a gondolkodástól, tehát nagyon rá kell állni erre a, nagyon rá kell érezni erre a helyzetre, és az se árt, hogyha több éven keresztül az ember tapasztalja, de ezt a tapasztalatot kizárólag csak is ott lehet megszerezni. Melyek azok az alapvető szakmai tudások, ha vannak tudások többes számban, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki felkészülten menjen 8000 méter fölé, és mostantól kezdve akkor lépjük meg ezt a határt, nézzük a 8000 métert. Milyen kvalitások szükségesek elsősorban szakmailag, hogy valakire azt mond, azt mondjátok, azt mondja a csapat, hogy ő igen alkalmas, hogy 8000 méter fölött másszon. De először is a technikai tudás, az mindenképpen kell. Ezt nem muszáj 8000 méteren megszerezni, hanem ezt meg lehet szerezni már a Magas Tátrában és az Alpokban. Ugye Peti elképesztő eredményeket produkált mindkét területen, főleg az Alpokban is, de hát a Magas Tátrában is. És ez írta le nekünk, illetve predesztinálta Pétert arra, hogy foglalkozzunk vele, illetve nézzük meg, hogy amennyiben ő ezt igényli, akkor mit tud tenni a Himalájában. A következő lépés pedig az akklimatizáció. Ez egy fiziológiai, az ember szervezetének, a magasság tűrésének a vizsgálata. Ezt ugye kizárólag csak magas hegyeken lehet, tehát olyan magas hegyeken, ahol az akklimatizáció már bizonyos értelemben belép. Már az Alpokban is lehet olyan. Vannak olyanok, hegymászók között is, akik a Tátra magasabb fekvő részeit is eléggé nehezen bírják. Nagyon ritka, de van ilyen. Pláne a kirándulók között többször előfordult, még fiatalabb koromban, amikor rengeteget jártam, még túravezető is voltam a Tátrába. Sok olyan kirándulóval találkoztam, akik 1500-2000 méter körül már rosszul létre és fejfájásra panaszkodtak. De hát nyilvánvaló, hogy belőlük nem lesz hegymászó ebben az értelemben, talán sportmászó, igen. Tehát a himalájai hegymászáshoz való megfelelés, fizikai, fiziológiai feltétele az mindenképpen a magasságtűrés. Tulajdonképpen én is kérdeznék, Lajos, tudjuk azt, hogy az expedícióknak ott fönt az időjárás hatalmas nagy keretet szab. Hány nap van ilyenkor átlagban, amit végigcsináltatok? Tehát hány nap van a felkészülésre, egy kicsit az akklimatizációra, és hány nap alatt történik meg ez a csúcs támadás, hogyan alakul ez az expedíciónak a vége, a legizgalmasabb része? Tulajdonképpen, ha visszaemlékszem, a Magyarok a világ 8000-esei expedíció sorozat kezdeteihez, kezdeti éveihez, 2002-2003-as évhez és az ottani expedíciókhoz a csúcsmászásra alkalmas idő részeknek, ablakoknak, ezt így hívjuk szaknyelven, egy egész tárháza volt még. Ez 2005, 2006, 2007-től aztán pláne ez olyan rohamosan összeszűkült, hogy egész egyszerűen hihetetlen háttérmunkát kellett végezni ahhoz. Minket is nagyon sokat segítettek itthonról meteorológiai szolgálatok, de a világ, illetve hát Európa inkább, talán Európa legnagyobb magashegyi meteorológiai prognózissal rendelkező országai, mint például Svájc, mi a svájcit használjuk, illetve a Himalájában az expedíció többsége a svájcit használja, minimális bérér internetről le lehet tölteni, ez fönt a Himalájában műholdas rendszerrel elérhető. De minket Magyarországról is segítettek egészen profi módon, méghozzá úgy, hogy fölül tudtuk írni a svájci rendszereket is, és ezért is volt egy picikét hát sikeresebb a mi expedíciós rendszerünk, mert nekünk is sok mindent ki kellett várni, és nem voltunk olyan infrastruktúrával ellátottak, mint mondjuk egy francia, vagy egy olasz, vagy egy spanyol expedíció, meg a mi erősségünk a felkészültségben volt. És ami a lényeg ennek az egész dolognak, hogy elvékonyodott nagyon a lehetőséget tárháza. Ez a klímaváltozásból is adódik, gondolom. Igen, igen. A Karakorumban pláne észre is lehetett, mindenhol most már a Himalájában is, de a Karakorumban az antimonszun hatás az olyan fokon lecsökkent pontosan az éjszaka és egy nappali tibeti fenségi hőmérséklet különbségtől, hogy nem nagyon érvényesül. Ezért ugye tudjuk, hogy a Karakorumban nyáron lehet mászni, tehát ott nincs monszun. Illetve a monszun annyira gyenge,
hogy nem érdemes. És a nyári hegymászás azért jobb, mert a hőmérséklet sokkal kellemesebb. Most nem 38 fok van, hanem csak 36, de a nappalok, tehát a mászható napok óráinak a száma, a világos nappalok száma, az sokkal jobban felhasználható, mert hogy hosszabbodnak. Ez 2007-2008 környékén már annyira lerövidült, hogy például a K2-t, nekünk 2007-ben is volt egy K2 engedélyünk, meg sem próbáltuk, mert a 8000 méteres magasságban a K2-nél ez a vál része környékén van, egész egyszerűen nem lehetett a hegyeket, illetve a fölötti részt látni, borzasztó volt, és éppen ezért kisebb 8000-essel, a Broad Peak-kel próbálkoztunk még, hogy legyen még egy 8000-esünk a Vasebrum 1-es után. És a Himalájában attól is függ, hogy hol van a hegy. Egy alacsonyabb fekvésű 8000-es, mint a Sisapangban vagy a Csólyú, az még valahogy beleférhetett a helyzetbe, de 2010-ben már nem fért bele. Nem tudtunk olyan időjárási ablakot, 50 expedíció volt a hegyen, teljes sikertelenség volt, mindenkinek haza kellett jönni, ez volt a magyaroknak a rehab expedíciója. És sajnos az utóbbi időben ugyanezt követik a magasabb himalájai hegyek is. Például a Kanchenjunga és a Darajeeling a két véglet. A nyugati véglet a Darajeeling, a Kanchenjunga a keleti véglet. Sokkal jobban éri a monszun, ott kapja először a Himalája lánc a monszun. Erre tulajdonképpen ezzel nagyon sokat foglalkoztunk az idén is, nem is véletlenül és hiába. Általában a monszun megérkezését megelőző néhány nap az rendkívül jó szokott lenni, még most is. De csak az az egy ablak jelentkezett hosszan, és ez kell 5-6 nap ahhoz, hogy biztonsággal föl, illetve leérjen el. Tehát akkor egy ablak az 5-6 nap. Egy ablak 5-6 nap, de ha egy ablak már 3 nap, már azzal is lehet valamit kezdeni, mert egyetlen egy olyan napot kell kifogni, ami nagyon jó, az a csúcsra érés napja. Tehát a csúcstámadási nap az, amikor az utolsó táborból a csúcsot elérik a mászók, és onnan még oda-vissza kell jönni. Aztán onnan majd valahogy lejönnek, illetve oda majd valahogy fölmennek azért, hogy minél közelebb legyenek a jó időhöz. Tehát általában rossz időbe indul a csúcstámadási ciklus, ahhoz, hogy azt a 2-3-4 napot, tehát ideális esetben ugye 5-6 nap szükségeltetne egy nagyon magas hegyen, mint például a K2, a Kanchenjunga vagy az Everest. Köszönöm. Van egy csomó olyan tulajdonság a Kispetinek, ami miatt valamiért első is volt Magyarországon, 15 kilométernyi barlangázott. Körbefutotta a Balatont vagy 6-szor, egyébként maratonista volt és minden teljesítménytúrát megcsinált, akár a Mátrában, de Magyarországon is. Ezek közül melyik az a képesség, amelyik a leginkább predesztinálja arra, hogy magas hegyi hegymászó legyen? Melyik az, amelyik a legjobban felkészítette őt? Én nem ezeket tenném előre. Én nem ezeket én a motivációt és a partnerséget tenném előre. A Peti elképesztő, én egy éve ismerem a Peti, és személyesen az eredményeit azért jóval előbb már ismertem. És én azt gondolom, hogy mindenki, aki a Petit ismeri, pontosan tudja, hogy rendkívül motivált volt. Szóval ő, ha egyszer elhatározott valamit, akkor azt csinálta. Most enélkül nem lehet működni, az egészen biztos. Mindenki a saját területén rendkívül motivált kell, hogy legyen, és ez az a pont, ahol a Peti a legnagyobbat alkotta, illetve amiben a Peti nagyon nagy volt, én szerintem sok más nagy neves hegymászónál is motiváltabb volt. Azon kívül olyan fokon tudott a csapatba illeszkedni, hogy kevesen vannak még, keveseket tudnék még hasonlítani. Valószínűleg a csapatba illeszkedés egyik nagyon fontos jellegzetesség az, hogy a csapatvezetőnek vagy a mászásvezetőnek, nem tudom, én keverem ezeket a fogalmakat, Erős Zsoltnak, vagy Erős Zsolt számára egy ikon volt, mint azt gondolom nagyon sok magyar hegymászó számára. Talán ezért is lehetett az, hogy bár elsőként ért hírek szerint a csúcsra, de megvárta a Zsoltot, hogy föllépjen, igaz ez? Igen, de ez nem teljesen, tehát ez nem várás kérdése.
Körülbelül 18-20 perc. Oscar Kadiákot én négyszer vallattam ki erről az egész helyzetről, többek között. És legutoljára Bakhtapurba együtt laktunk egy szállodába, és szegény Oscar már kívülről fújta, hogy mit akarok tőle kérdezni, mert azt akartam megtudni pontosan, hogy az egész dolog rekonstruálása, az pontosan történt-e. Számolva azzal, hogy ugye akik ezt elmesélik, azok ugyanolyan állapotban voltak, mint ők. Azért, mert nagyon sokan nem tudják, én nekem is nagyon sokat utána kellett olvasni, a 8000 méter fölötti lét és a fizikai munka és a mászás, az, annak van egy speciális elnevezése, de az olyan, mintha valaki nagyon erősen be lenne kábítószerezve, megváltoznak a perspektívák, megváltozik a világ talán, és picit az ő viszonya is a világhoz. Persze az oxigén hiány elsősorban és a fáradtság, és attól függ, hogy hol éri az ember, csúcs előtt vagy csúcs után. Ha csúcs után éri, akkor mindig van egy kiengedés nyilvánvaló, mert akkor már megvan a dolog, de mindig akkor van meg a dolog, amikor onnan lejöttek. Tehát igazából ez másképpen van. Én ettől függetlenül mégis azt hiszem, hogy mindezek ellenére, mindezen sajnálatos dolgok ellenére két mászunk megmászta a kancsenszőnkát, ezt ugye senki nem vitatja, és ami utána történt, az egy egészen rendkívüli véletlen halmaznak köszönhető, és sajnos ezzel el kell számolnunk magunkkal is, mert sokan kérdezték, hogy nem lehetett volna ezt megelőzni. Hát nem, a megtörtént dolgokat soha nem lehet megelőzni, azt mindig arról mind csak le lehet vonni a konzekvenciát, abból tanulni lehet. De visszatérve, bocsánat, az előbbi kérdésedhez, illetve a témához, hogy az állapot, igen, az állapot egy kicsit más, mert abszolút életveszélyben van a mászó, még akkor is, ha ezzel nem foglalkozik. Tehát nem lehet az életveszéllyel foglalkozni, jól kell csinálni, és akkor az életveszély kockázata minimálisra csökken. De gondoljunk csak bele abba, hogyha rendes légköri viszonyok mellett hányszor látunk forgalomban olyat, hogy az utolsó pillanatban ugrik át valaki az autóbusz, vagy mondjuk az úthenger előtt, egy hajszálon múlt az élete, csak igazából nem veszük észre, mert az a sajátunk. Magyarul ebben a közegben élünk. Én mindig azt szoktam mondani erre, hogy úgy hasonlítom a kettőt egymáshoz, a veszélyérzet rendszerét, hogy ha egy rendes földi halandó elé oda tesznek egy partitúrát, ottát nem fogja tudni elolvasni, mert nem tudja, nem szokott hozzá a regényt, a könyvet, a verset és mindenféle egyéb ilyen jelzőrendszerrel, illetve eszközrendszerrel létrehozott helyzetet meg fog tudni, mert abban van. A zenész egy pillanat alatt tudja, mit kell csinálni. Tehát így esik a két viszony egymáshoz. Ha valaki tudja, hogy ott mi van és azt megszokta, vagy tud róla, hogy ez hogy van, akkor akként viselkedik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a más állapotság, ez nem annyira más állapotság, csak itt lent tűnik úgy, mint hogy ez más állapot lenne. Mi az, ami belefér egy hegymászónak abban a nagyon minimális felszerelésében, amit 8000 méter fölé el tud vinni? Nyilván bele kell férni a valaminek, amivel dokumentálja az ő csúcsra lépését, vezetőleg egy fényképezőgépnek is. Általában a hegymászók többsége 8000 méteres hegyre hátizsákot sem visz magában. Pontosan azért, hogy onnan le kell jönni, szóval ott nem maradhat. Most amit a hátizsákba rakna, hát az rajta nem sokat segít. A hálózsák nincs a hátizsákban nincs nála, mert vissza kell jönni. Még a hálózsák sem menti meg egy mászó életét 8400 méteren, az egészen biztos. Mert a légköri helyzet olyan, tehát azért is apostrofálják ezt a magasságot a halálövezetének. Tehát ott nem igazán lehet működni és menni. A fényképezőgép mindenképpen. Némi folyadék kell. Nagyon jó, ha van, nagyon jó, ha maradt még a fölfelé menetből, mert azért a lefelé menetre is illik tartalékolni, de ez nagyon sokszor el szokott fogyni. Mert a lefelé menet azért már az ördögé, tehát azt már valahogy mindenképpen kiszorítják magukból. Tehát ez a felszerelés van náluk. Na most ez azért íródott át 8-10 éve már a Himalájában, mert a tiszta mászási rendszerek elfogytak. Nagyon kevés olyan expedíció van,
akik magashegyi serpák, teherhordók és oxigénpalaszt, tehát oxigénbelégzés nélkül működnek, és ezért a magashegyi serpák némi felszerelést hordanak. Ez a felszerelés nyilván folyadék, esetleg még egy tehelykabát, még egy kamerával több, nem sokkal több igazából, mert nekik is 8000 a 8000, nem csak a egyéb mászóknak, de az biztos, hogy egy picit többet tudnak magukkal vinni. Mi ezt nem követtük, ezt a rendszert, mi ezt úgy is alakítottuk ki 2002-ben, hogy mi ezt másképp csináljuk. Nem sokára a Mátra Művelődési Központban megnyílik egy kiállítás Kis Peti legjobb fotóiból, amelyen van egy gyöngyös város zászlaját tartja a kezében. Vissza tudsz emlékezni, hogy ez milyen magasságban születhetett vajon? Amennyiben látom a fotót, akkor biztosan meg fogom tudni mondani, de nekem most van itt egy tippem erre, hogy ez egy alaptábori fotó, és talán ott többen is rajta vagyunk. Vagy lehet, hogy csak ezen egyedül van a Peti. Ha meglátom a fotót, akkor meg fogom tudni mondani. Jó. Igen, Robert? Igen, Péter motivációjához visszatérve, én többször közvetítettem őt, mikor körbefutott a Balatont, és hihetetlen motiváltsága mellett nagyon nagy tisztelettel volt a versenyzők iránt, maga a teljesítmény iránt, és úgy gondolom, hogy amikor fölfelé ment és nem síkon futott, akkor a hegyel volt ugyanígy, tisztelte a hegyet is, de én nagyon mérhetetlenül éreztem benne a sportszerűséget is, és élveztem azt is a hírekből, hogy 8000 méter fölött is a sportszerűsége nagyon dolgozott benne. Abszolút így van. Én arról tudok beszámolni, hogy a Peti csúcstámadási helyzetben mindenképpen előzékeny volt, tehát nem akart megelőzni embereket, nem akart, pedig többször is mondták neki. Ugye Petit gyorsan megismerték ott, mert nagyon gyors volt, nagyon szerény volt, csöndes volt. Egyszerűen kerülgette a serpákat, akik ugye azért mégiscsak egy helybeli népség, és nagyon gyakorlottak egy bizonyos magasságig. Tehát az is egy tévhit, hogy 8000 méteren a serpák ugyanúgy működnek, nem, azért nem ugyanúgy működnek, és most talán 2-3 éve volt egy generáció, vagy folyamatban van egy generációváltás. A megbízható, gyakorlott, idősebb serpa nemzedéket kezdi kiszorítani, egy kicsikét könnyedebb, fiatalabb, én diszkó nemzedéknek tartom, Katmanduba kidiszkozzák magukat és irány a hegy. Elképesztő kondícióban vannak, hihetetlen erősek egy bizonyos magasságig. Aztán onnantól kezdve, hát a technikai tudásról nem beszélve. Peti technikai tudása azért messze menőkig, tehát elsöprő volt. Nem véletlen, hogy Peti bekerült a Magyarok a világ 8000-esei, hát legjobb egymászói közé. Ezt maga Zsolt is mondta, hogy itt van a következő nemzedék zseniális mászó. Tehát a következő mászó nemzedék egy vezető képviselője. És nagyon sokan felvetették még talán bizonyos értelemben szakemberek is közülünk, hogy Petit érdemes volt elvinni, volt-e olyan tapasztalata. Én megint csak azt tudom mondani, hogy abszolút. Tehát ha valaki Magyarországon erre és Himalája expedícióra alkalmas volt, az mindenképpen Kis Petit. És ezt azért is mondom, mert minden helyzetben elképesztően jól viselkedett. Egyet kellett csak kipróbálni, az akklimatizációs képességét. Ez kiválóan működött. Nem így gondoltuk másképp, mert az ilyen maratoni futás, olyan fizikai felkészültséggel működött a Peti, ami én hegymászóba keveset láttam, vagy talán mostanában egy sincs. Az idén céloztam egy fotográfia erejéig arra, hogy vajon hol látható a gyöngyös zászlaját tartó Kis Péter barátunk, mert hogy amellett a fotó mellett 38 másik fotográfiát is látnak. Mi most innen átsétálunk a művelődési házba, 6 óra magasságában egy kicsi rövid megnyitó lesz, és az a 39 fotó közötte 4 panorámakép, amelyet Péter az elmúlt években készített, és amelyeket a szülei és a testvérei válogattak össze. Természetesen lesz még mellette néhány olyan egyedi eszköz, mászóeszköz, amely az övé volt, ami az övé jelen pillanatban is.
A kiállítás címe Kis Péter a felhők felett, tehát 18 órától látható, természetesen hosszú több héten, több napon keresztül a Gyöngyök Márta Művelődési Központban. Az uraknak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. Köszönöm szépen én is. Mi pedig...